2022. szeptember 13-a van. Palkóval már készülődünk. Szedjük össze a cuccokat. Jajce mellett vagyunk egy kempingben. Itt aludtunk a saját sátrunkban. 6 eurót fizettünk. Nem volt olyan vészes. Tudtunk fürödni. Töltödik most még a telefonom. Mást nagyon még nagyon nem kellett tölteni. Így első nap, és ez a reggeli látvány fogad minket. Hát én éjszaka egy icipicit fáztam, annyira nem volt vészes. Túlélhető volt, mondjuk úgy, fel voltam azért öltözve. No, egy kis reggeli összecuccolás, és akkor kezdjük is a mai napot. Sikerült összepakolnunk, sátornak hűlt helye, bringek összepakolva. Napocska most már kisütött, de még nincs akkor ereje, hogy megszárítsa rendesen a sátrat, igazából csak vizes lett. Ott van a recepció. És ott van a mellékhelységes blokkok. Amúgy nem rossz. Kis kemping, van minden, ami szemszájnak ingere. Na, nézzünk egy tegnapi számadatot. Itt van a 48 van most. 75 kilométert mentünk. 4 óra 48 nyerekben. 15-75 a sátlag. Max 50, majdnem. Hát és egy 540-es szintünk azért volt. 4,64 magasságban, átlag 3%, max 7%, hatalmas, de gyerezd el a hajamat. Nem volt, de azért kialvatlanul egy szép kis mini teljesítményt összeszedtünk, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy abba az irányba elinduljunk. Itt vannak a kemping vérebei, még egyszer utoljára. Kuncsorogni nagyon jól tudnak. Tőlünk nem kaptuk semmit, mondjuk, mert nekünk is luxus cikk most a kaja. Bár igaz, tudunk venni, de ha nem találunk boltot, akkor muszáj onnan kajálni. No, a napocska is kisütött. Határtalan élmények várnak ma is ránk. Itt a szivarfa is. És a napocska. Na, utcú neki. Itt vannak újból a vízimalmok, a látványelemek. Nagyon jól néznek ki. És itt megyünk föl, vissza ki a főútra. Ahogy láttam, volt egy parkolóra, ami mellett most elmentünk, úgyhogy lehet fizetős a parkolás itt. És a Pliva folyón egy kis látványelem.
Tényleg hangulatos egy hely. Aki teheti, azért jöjjön, nézze meg, mert egyszer ezért látni kell. És itt jövünk a felső tó mellett. Azért hangulatos így a reggeli fényekben. Kis felhősapkákkal a felhő, vagy a hegyek. Meg azért a napnap az energiája, az kicsit több is lehetne. Kicsit hűvös most a reggel. 12 fok van. A Plitzko jezero, ez az a Plivának a feldúzasztott tava. Ékeskedik itt mellettünk. Előző részben talán már elmondtam, de akik még csak most kapcsolódtak be, azoknak elmondom, hogy a Plitzko jezeróról, amit érdemes tudni, miközben a fák már betakarják, hogy mint természetes tó létezett, de azért segítettek rajta, hogy még jobban felduzzadjon. Azért a fényjátékok itt mellettünk elég szépek, látványosak. Tizenegy fok van, egy kicsit hűs a levegő. Elfordultunk délnek, Kupres felé. Jobban mondva, előtte még sipóvó van. Tehát igazából a táblázat egy sipóvó volt kiírva. És hát a környékünk az ilyen látványos hegyvidék lenne, hogyha a felszálló pára nem takarna be. 10,4 fok van, úgyhogy kellemes. Hűs a levegő, na jó, az nem igaz. Kicsit fázok, de hangulatos tekerni, főleg úgy, hogy az aszfaltunk az tükör, sima, friss, új aszfalt. Utunk a Pliva mellett vezet, mert nagy rálátást nem enged. Hát hamarosan a Plivát is elhagyjuk, és egy újabb mellékfolyó mellett fogunk menni. Ez már a Plivának lesz a mellékfolyója. Kupres felé fogunk haladni, a kupresi fensíkra. Hát itt Sipovónál is van ilyen vízimalomszerűség, kicsit nagyobbak, a Jany és a Pliva összefolyásánál. A Janya mellékfolyója a Plivának. Ha jól tudom, ez az. Ez is egy kicsit a turistákra készült látvány, elem. De ha már itt vagyunk, akkor megnézzük. Szépen ki van építve. Hát lehet van egy ügyen. Bár nem, mert ki volt plakátolva, hogy a Jany meg a Pliva összefolyása. Eddigi utunk lehetne a folyók útja is, persze nem az, de azért elmentünk már a Vrubasz mellett tegnap, ma a Plivát hagytuk el, és most a Jany mellett megyünk. Sok rálátást mondjuk nem enged a útvonal vezetése, illetve növényzet is jól benőtte mindkét oldalt. De egy ilyen szép folyóvölgyön megyünk, körülöttünk hatalmas nagy hegyek, zöldellő fák.
különböző színekben pompáznak. Érik az álma mindenhol, csak az a baj, hogy kerítés mellett, onnan nem szedjük le. És kisebb falvakon keresztül haladunk Kupres irányába. Mindenhol már be vannak készítve a téli tüzelők, azért már szeptember van. Szeptember 13, mondjuk ez nem jelenteni azt, hogy hidegnek kell lenni, de hát most ez van. Nincs annyira hideg, amúgy majd jó idő lesz, ez a reggeli pára okozott majd hideget nekünk. De hát az elmúlt nyár azért igencsak forró volt, és hirtelen jött a eső utánpótlás, ami a nyári 3 hónapban nem volt, de augusztus vége, illetve szeptember eleje az bőven bepótolta szinte mindenhol a kimaradt esőt. Igaz, hogy nappal szemben vagyunk, de hát egy ilyen rafting pihenőhely mellett haladtunk el, mondjuk ez itt egy étteremszerűség, és újból szűkül be a völgy, ma mondjuk először, de azért a tegnapi napban is volt bőven részünk ilyen szűk, sziklás völgyekben, és most sem maradhat ki. Természetesen nagyon jól mutat, nagyon jól néz ki. Szépen süt már a nap, a reggeli párát elvitte a szellő, és most már a nap is szépen melegít minket. Na, itt talán most nincs ellenfény. Elég szépen meg tudom most mutatni nektek, amit mi is látunk. Nem a villanypózlát, nem az elektromos vezetéket, hanem fönt a sziklafalat. Itt rúg mellettünk a Jany, még mindig. Hú, de jól néz ki. Nem is sejtettem. Ide nem járt a Google autó, nem mint a Bosziába járt volna, amúgy ilyen pöttyökbe néhol be lehet tekinteni, de ide nem lehetett. De nem rossz. Eddig pozitív minden, főleg a látvány. Egy stabil mászást kezdtünk meg. Már szerintem még korai, de majd kiderül. Mellettünk a csodás kanyon, sziklafala. 5%-on kapaszkodunk fel. 5.32 jelenleg a magasságunk. Kilátástalan csendes mászás, 5%-on stabilan, hogy felvettünk egy tempót, és azzal most haladunk, nem mondom, hogy sok, órám szerint 9 km/h haladunk. Egy kicsit élvezzük a csendet, néha egy-két autó feltűnik, de nem vészes, ez nem főút, ez egy olyan mellékútnak minősül, de magával az aszfalttal meg nincsen baj. Teljesen jó, sima, alig felelhető rajta egy-két kátyú. 658-659 most már a magasságunk. Na, itt kicsit megijedtek tőlünk, főleg a hátsó fehér. Így néz, szevasztok. Nagyon félős. Szevasz. Ő fél. Inkább akkor fölmegy arra, jól van. Na, te átengedsz minket, hogy felöklelsz. Pocikák. Hát nem a hágót jelzi sajnos, de azért szevasztok. Ilyet itt is látni. Akkor következik egy alibi pihenővel egybe kötött videózás. Abból az irányból jövünk. Itt most már 7%-kal emelkedünk. Úgy stabilan elmondható. És itt van egy jó kis panoráma, a növényzet enged egy kis kilátást, a széles látószög engedi, hogy kicsit körbe is tudjunk tekinteni. Nagyon jól néz ki, ilyen szorványházak vannak lenn, szorványtelepülések. Hát és szerintem itt mindenki mezőgazdaságból él, másból nem is nagyon lehetne.
Arra, hogy elnézem, meg inkább legelők vannak nagy részt, hogy a fene tudja. De szép zöld minden, és a látvány is gyönyörű. Kíváncsi leszek majd az ellentétre, de az még odébb van, azt majd később fogom mondani, ha odaérünk. Strojice településére érkeztünk be, egy piciny kis falucska, pazar kilátása, kukával, benzinkúttal. Emlék volt egy tálalj 12 kilométerre, egy vaganszka Lepcsina nevezetű barlang. No, hát ez itt van, 500 méterre be. Itt kell valahol bemenni, és azért már alakul a táj, alakul a táj. Most már a nagyobbacska fák kezdenek eltűnni, egy ilyen bozótos kezd inkább előjönni. Magasságunk amúgy 8,83, volt egy jó kis visszagurulásunk az előző településre, és újból emelkedünk fölfele. Most már végképp a kupres felsink az úti cél, és még azon is túl persze, de a közeli cél az az. Pán-európai piknik helyen boszniai piknik. Jó étvágyat magunknak. Otthonról hozott kaja még mindig a menü, meg egy kis sátorszállítás itt a út szélén. 11 óra, úgyhogy most már ideje reggelizni is, mert az a reggeli párfalat az nem tartott sokáig. Úgyhogy jó étvágyat magunknak. Számosan folyt kell. 1040 méter már Fenyvesek birodalmába érkeztünk, hát ilyen nem túl nagyok. Ilyen pont kis aranyosak. Nem mondom, hogy karácsonykor a házba beférnének, de azért nem csúnyák. És még mindig kapaszkodunk föl. Alapvetően meleg van amúgy. Ja, is nézem. Napomban 26,9. Hát nem mondhatom melegnek, de hát fel ne tudja. Ömlik rólam a víz, viszont tekerni tökéletes idő van. Előbb megálltunk amúgy kajálni, és tárnyékban mutatott az óra 20 fokot. Ott voltunk olyan 900 valamennyi környékén. Ez bár itt a fensík, a fensíki szakasz, éppen egy ilyen guszkurulás. Egy kis hullámvasút most, még kupres előtt vagyunk. Jóval, jóval, 1169 a jelenlegi magasságunk. Hát és ott, egy kicsit, mint hogyha kopna a növényzet, de annyira még nem jellemző. Hát ez nem olyan kősivatag, mint amire számítottam, de még várható, hiszen délfele megyünk. Viszont itt most egy szép ereszkedés vár rám, úgyhogy hagyom is, hagy guruljon a kerékpár, hagy élvezködjek egy kicsit. Na jó, élvezködjetek ti is, mert ugye rettentő sokat nem filmeztem, hogy a fák között nem lehet túl sok mindent mutatni. Most viszont szétnyílt a táj. Azt elmondhatom, hogy tükör aszfalton jövünk, frissen van betonozva, felfestés még nincs rajta. És hát elég gyér a forgalom, néha-néha eljön egy-egy autó, egy-egy kamion, de annyira nem vészes, úgyhogy teljesen élvezhető a tekerés, a gurulás. Itt vannak néha ilyen víznyelők, hát ilyen karsztos fensík, ha jól tudom, vagy kevésbé karsztos, mindegy, szóval nem nyeli el a vizet. Ez a táj most egy kicsit az, amire amúgy számoltam, vagy számítottam. Persze nem gond az, hogy fenyők között mentünk, az is szép, az is gyönyörű volt. És most már határozottan az a fensík van itt, amire számítottam. A hátrányunk viszont az, hogy hirtelen átment az út ilyen felkapartba. Ideig még nem jutottak el az útépítő kollégák, csak annyira, hogy felmarják az egészet. Ez a vigyázni kell, mert elvezetheti az első kereket. Mondanám, hogy itt a skót tájon lennék, de nem vagyok skót.
De hát igen, amúgy a Balkánon ez is szokás volt kőfalakat építeni. Itt van a régi út. Elbontották még a hegyet hozzá jobban. Úgyhogy most a fennsíkon haladunk, és hamarosan elhagyjuk a Srpska, azaz a boszniai szerb köztársaság területét, és átérünk a bosnyák-horvát konfederációba. Beértünk egy településre, de igazából névtábla nem volt, úgyhogy nem tudom, cserébe vannak bocik, meg egy ortodox templom. Jó napot kívánok, hello! Lovak legelnek ott a túloldalon, illetve itt bocik focsolyáznak. Illetve itt van valahol az iskola, mert ki volt rakva, csak 30-al lehet menni. Az ortodox templom, és itt mögötte a temető. Érzésem szerint így igaz, tábla mutatja. Mögöttem van Srpska, ez a szerbiai, ez az a boszniai szerb köztársaság. És akkor ott valahol a két dom között pedig átjutunk a bosnyák-horvát részre szakaszva, ami ennyire nincsen reklámozva. Na, és akkor horvát részre érkezünk, Kupres-Hopcina, és aszfalt változás is következik. Ideig tartott a szerbiai köztársaság felújítási részlege. Ez már nem az ő saruk, úgyhogy ezzel itt nem foglalkozik senki. Na, Kupres fog hamarosan következni, mint városka. Mondhatni, horvát település, hát ilyen szórvány település inkább. Itt ott egy-egy ház, és ott feltűnik egy keresztény templom, mert ugye a horvátok keresztények. És ha már így előkaptam a kamerát, akkor beszélnem kell már egy kicsit Kupres környékéről, ugyanis Kupres egy igen csak felkapott város volt haditechnikai szempontból. Történt ez sokszor is a történelem útvesztőjében. Időközben fel is tűnik a horvát zászló egy műemléken. Itt azért már megvannak a háború mementói, amiről majd lassan beszélni akarok. Ott be hátul is remélem látszódik. Illetve itt mellettem is. Ott lent a völgyben is látszódnak a házak maradványai. Nem azért vannak ott, mert ott hagyták, hanem egy bizony háború volt. 1991-ben kezdődött a Jugoszlávia szétesése, illetve a polgárháborúnak, vagy nem is tudom, minek nevezik, de szerintem ez nem polgárháború volt, hanem mindenki akart Boszniából egy falatot magának. És itt Kupres egy fő közlekedési csomópont. Erre vágytak sokan. Ezért a fennsíkért, illetve a hegy túloldalán lévő fennsík részért. Lemerült a kamera, úgyhogy nem tudom mennyit vett fel előző mondataimból, de akkor elmondom újra az ismétlés gyanánt, hogy ez itt frontvonal volt a jugoszláv háború idején, amikor mindenki akart Boszniából egy szeletet leharapni belőle. És itt jöttek a boszniai szerb csapatok, és indultak befele Kupres irányába, ugyanis
Régen tartotta ugye az a mondás, hogy aki Kupres városát birtokolja, az az egész fennsíkot birtokolja. Ugyanis minden út itt a fennsíkon Kupres városába vezet be, és a háború egyik szörnyű képe itt is volt, amikor, ha jól emlékszem olvasataimra, 16 kilométeres sor volt a menekültek száma vagy hossza. Akik a városból elmenekültek, ők voltak a horvátok és a bosnyákok. És utána természetesen a szerbek szanaszét rabolták és rombolták Kupres városát. Úgyhogy itt mellettünk majd nagyon-nagyon benne óvatosan, mert ott még éles akna veszély van. Ott nem takarították meg. Gondolom arra nagyon nem is járnak emberek, de nem is ajánlott, mert hamar magasra lehet jutni. Sima fensík látvány azért. Azért pazar. Látványos. Ologót hagyjuk el. Ott van egy kis jezeró. Felejtettem el most olvasni a nevét. És itt érkezünk Kupres kisvárosába. Egy létfontosságú város. Akkor, amikor háború van. Szerencsére most nincs. Ahogy nézem, nagyja ezt azért újjáépült, bármintha vélt golyó nyomokat látnék ennek a háznak az oldalán. De nagyon sok helyen sok minden újjáépült, vagy éppen a romos mellé építettek valami újat. Tomislavgrad. Egy nem mai darab tűzoltóautó itt mellettünk. Mielőtt elkanyarodunk, azért megálltunk igazából. Folyadékot vettem ki a táskából, de ha már megálltunk, akkor látunk egy-két érdekességet. Például az újjáépített templomuk, ami innen se csúnya. A óriási katedrális szinte. Amúgy ez itt egy ilyen roncs temető, vagy hát autószervizes. És amit kiszúrtunk, hogy ott a ház fölött, ha elzumolok, egy hatalmas horvát zászló. Fönt a keresztel is, nem hiába horvát részen vagyunk már, és ezt mindenhol hangsúlyozzák is nekünk zászlókkal, ezzel az alamazzal. Ez a ház háborúval valószínű már nem maradt meg, vagy a fene tudja. De ez a tűzoltó, ez jól mutat. Fotót csinálok is róla. Tomislavgrad felé haladunk, azaz Kupres mellett, amit van nekem balra. Jobbra elkanyarodtunk, és megkezdjük, azaz jobban folytatjunk utunkat délnek, a horvát határ felé. Bár az ma még nincsen meg, de a kitűzött célunk azért, legalábbis amit én kitűztem célnak, annak azért van reménye, hogy elérjük. Megálltunk pihenni egy ilyen kiszuperált benzinkútnál. Mutatom a visszatekintést Kupresbe. Hát, most pont rosszul álltam benne. Így egy kicsit ráközelítek, akkor azért igencsak impozáns látvány a templom. Illetve fönt a horvát zászló. Illetve, hogyha kilépek, akkor Kupres azért a sípályára, szóval a sípályákról is híres. Ott vannak a híres sípályák. Télen, aki kicsit olcsóban szeretne síjálni, akkor jöjjön ide Boszniába. Kajusa a település neve, és adriaski.net. Egy kis reklám, nem fizettek nekem semmit, de akinek bejön, az jöhet. Mondjuk azért a 30 éve kitört háborúnak a mementóit még innen is meg tudom mutatni. Igaz, kicsit zoomolnom kell.
Főleg, ha jó fel az umolnék, ott van. Illetve ott is ott vannak a tető nélküli romos háda. Kicsit közelebbről itt vannak a romos házak, amiket kizumolva mutattam. Most láttam amúgy egy házreklámot, egy Kupres Panoráma nevezetű ház, ahol egy lakást lehet venni, és 20 ezer euró volt kiírva. Most fejből nem matekozom ki, de majd lehet, hogy feliratozom. Szóval annyira lehet itt már venni házat. Jobban mondva a lakást egy több lakásos társas házban. Hát az meg. Hát ott vannak a golyónyomok rajta, ja. Ez pedig még mindig a Kupres fennsík, nagyon nem hagyjuk még el. 1142 a magasságunk, olyan 1200 fölött volt. 1208 körül volt a legmagasabb pontunk, még Kupres előtt. Úgyhogy most hát finoman veszítjük a szinteket. Kupres után 12 kilométerrel megindultunk határozottan lefele. Úgy addig tartottuk a 1145-ös átlagos szintet. Most lejöttünk 1000 méterre. Jobban mondva még nem hagytuk el 1007, de mindjárt alábukunk. Erőteljes lenti szél fúj, úgyhogy kicsit néha bele kell tekerni a gurulásba, hogy haladjunk. Elhagyjuk az M16-ost és bekanyarodunk balra, Tomislavgrad irányába. Van egy kis benzinár, 2,86 a 95-ös és 3,31 a dízel. És itt be balra nekünk ez az utunk. Folyómeder, patakmeder, elég széles. Úgymond a két domb közötti része, de nincs benne víz. Újból emelkedünk egy kicsit. 9,70, kényelmes emelkedés, és aki még nem unja ezt a kopár tájat, ami bizony nekem az tetszik, tetszetős, akkor tekintse meg velünk a látottakat. Túloldalon van egy település. Fantasztikus, nagyon jól néz ki. Érdemes amúgy a visszatekintés is, az se rossz, bár én csak kicsit tudok hátra kacsintani, ha nem akarok orra esni. Mindjárt olvasok egy település nevet, itt be balra van Prozor Ráma. Rama. És valahol itt kell lent lennie Tomislavgradnak. Ha jól tudom, szerintem lehet ott bent középen. Hát a fele tudja, valahol itt kell lennie. Környező tájat azért mutatom. Tetszetős nagyon. Érkeztünk Tomislavgrádba. Régi új neve. Sajnos elfelejtettem a régi nevét. De az új nevének a történetét azt viszont tudom. Még a jugoszláv királyság idején kapta meg ezt a nevet. A jugoszláv király fia után, majd a második világháború után, ugye 50-es évek környékén egy pár évre visszakapta. Újra megkapta a régi nevét, majd mikor kitört a háború, a jugoszláv háború, és aztán mikor a horvátok megkapták ezt a területet újból, akkor újra elnevezték Tomislavnak. De nem a jugoszláv király miatt, hanem nekik is volt egy Tomislav nevű királyuk, és azután. Íme Tomislavgrád, hát egy kicsit szellős. Nem olyan tipikus város, mint ahogy jött Európa közepén megszoktuk, de egy kis város itt a környéken. Nekünk pedig Mostar Split az úti célunk. Tovább megyünk egyenesen.
végre egy tábla, ami tartalmaz kilométert is, mert eddig nem nagyon voltak kiírva kilométerek. Split 96 Makarska, 88 kilométer. Határozottan délnek haladunk. Egy kis visszatekintés, ha még látjátok. És újra előretekintés. Kevésbé látványos, de újból emelkedünk. Elvileg talán már az utolsó emelkedő. És végre meglátjuk végcélunkat. Van valami, hát majd mindjárt kibújunk a fák mögül. Ott bal kézre egy horvát emlékmű, egy nagy templom, egy nagy keresztel, hát egy horvát zászló, és mögöttünk a nagy Tomislavgradi fennsík, nem tudom, hogy hívják, de azért durván elterül, talán újra meg lesz a 1000 méter, 992, és hát kapaszkodok egyelőre, kapaszkodok. És meg lesz is hova. Duvanyszko, olje. Arról egy ilyen információs tábla, de hát egy kicsit benőtte a dzsindzsa. Hát madarak vannak a képen, meg különböző növények. Előttünk pedig a, gondolom akkor ez lehet a neve, Duvanyszko, olje, ami itt alattunk elterül. Fantasztikus, jó a kilátás. Mással a lemenő nap fényében, annyira még nem, azért még van egy órán körülbelül, de szép a látvány. Ez a visszatekintés, mi pedig arra fogunk menni. Megálltunk már a cica kedvéért. Szevasz, cica! Mit nézel? Minket? Aha, értem. De mi azt, ha megnézzük, ami ott van? Nem haragszol? Nem. No, Buskó jezero. Itt van előttünk. Ez lesz az úti célunk a mai napra. Hát egy kicsit ellenfényünk van, de nem olyan rossz a kilátás azért. Talán innen egy kicsit kevesebb madzag és fa van a képben. Jól néz ki. Itt van mellettünk amúgy a Buskó jezero, csak nem nagyon tudom megmutatni, mert a kilátás nagyon ritkán és nagyon kis időre nyílik meg. De ha a tervek is bejönnek, akkor hamarosan a partján leszünk, és akkor meg tudom mutatni közelről a tavat. Plivsko jezero. Hát, ezen a kis úton oda ki, még le tudtunk gurulni kerékpárral. Egy ideig az aszfalt után, amelyen murvás, meg köves valami út volt. Ott is le tudnak rakni a sátra, de innen nem messze van egy lakókocsi, akik szerintem őrzik a bérelhető hajókat, meg itt alszanak, úgyhogy Palkónak köszönhetően itt van egy tökéletes hely, mert ő jött itt át, és nézzétek, van tűzlakóhely, oda letetjük a sátrat, tök sima, meg sima egy fordított, és itt a Plivsko jezero, hülyeséget, mert nem Plivsko, hanem Buskó jezero, a Plivskóért elnézést, mert valahogy az akart a számra jönni, szóval Buskó jezero, és itt fogunk aludni, majdnem a partján. Hát jó lett volna egy kicsit lemenni pancsizni, de majd azért megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak. Szóval itt jöttünk át, és megnézzük a lejáratot a vízhez. Kicsit hosszú kilométeres, de ne megnézzük át, ha van lehetőség. Na itt jöttünk, és ott van a lakókocsi. Itt meg ilyen érdekes módon lehet megoldani a lejáratot a vízhez. Ha nem lenne ilyen késő este, illetve nem lenne már ősz, de szeptember van azért,
lehetne akár fürdeni is. Igen. Nagyon jó kavicsos. Ott szerintem jó szélvédett helyen leszünk. És itt van a beach. Egy mini beach van ott a... Majd mindjárt megmutatom. Ott a távolba, ott van egy hosszabb, nagyobb föveny, így fölfele. Illetve itt van egy beach. Lehetne pancsizni, napozni. Ezt még ott van a Google Maps-on néztem ki. Készült itt egy pár panoráma fotó. Úgyhogy azokat néztem meg. Hát elég nagy a sodrásom, itt nem mondjak, viszi a szél rendesen. A Buskói ezerót. Jó homokos a part. Aha. Ja, van ott egy lakóautó is. Hát, ebben nem fürdünk. De megnéztük ilyen közelről is. A nap már elbújt. Úgyhogy rohamosan majd csökkenni fog a hőmérséklet. Mert elég szélvédett helyen lesz a sátor, úgyhogy nagy probléma nem lesz. Igazi tengerparti érzésem van itt a homokba sétálva. Buskói ezeró. Kinézünk a sziklákról, hogy mit lehet látni, vagy mit nem. Hát csak ez az útvonal. És ott van a másik beach. Hát a stopjön nekem egy kicsit csúszik, hogy nem megyek tovább. Ott a másik beach. Akkor amíg még világos van, vacsora, mutatom a menüt. Otthonról hozott tejcsi, a felét megiszom. Másikat majd reggel csavaros, úgyhogy direkt azért olyat hoztam. Csemege paprikakrém, a sópotlás miatt kenyér, illetve nem pelenka van nálam, hanem kolbász. Úgyhogy ebben a szép tájban következik a vacsora. Ég a lámpa a sátorban, mert ez a telefon, de világít, úgyhogy ennyi volt a mai nap. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Balkóval, Bandi bácsival. Sziasztok! Azért egy pár kocka elejét csak besétálok. Egy pár snitt elejéig szupetár. Hát úgymond kikötője.